Szeretettel köszöntöm Önöket, Hallgatói György vagyok, Mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyv elnevezésű YouTube csatornám, és ha megkérdezzük ma a fiatalokat, hogy melyik az egyik ilyen gyorsételmű kedvencük, tudti, hogy rávágják, hogy chicken nuggets. Úgyhogy ma közkívánatra ez következik, csirke falatkák. Higgyék el, otthon tökéletesen el lehet készíteni. Mutatok is hozzá mindjárt egy precíz receptet. Előtte még azonban két apró gondolat. Az egyik, hogyha valamit önök is szeretnének kipróbálni, nézzék meg az összetevőket, és az rögtön ad egy támpontot, hogy mi az, ami egyáltalán benne van. Ugye itt jól látszik, az egyik ilyet letöltöttem, itt mutatom is önöknek, 46% a hústartalom, nyilván a többi az a bunda, ami rákerül. Nálam ez az arány a végén egy picit jobb lesz, nálam körülbelül másfél deka hús és fél deka a panír, nagyjából így áll össze a végén, ilyen két dekás kis falatkáim lesznek. Amit nem kaptam, az az Eller só, hogyha tehetik és beszereznek, akkor mindenképpen próbálják, mert egy fantasztikus fűszerről van szó, egy ízesítőről van szó. És érdemes még azt is megnézni, hogy például nincs benne tojás. Tehát az, hogy ez egy panírozott verzió lenne, azt kapásból kilőhetjük, ráadásul elég, hogyha az ember csak rendel egy adagot, megkóstolja, és akkor rögtön le tudja mérni, hogy milyen is az, amit otthon készítenie kell. Talán még annyit, hogy a legrosszabb az egészben a formázás, hiszen nagyon-nagyon apró falatokról van szó. Tehát az, hogy most 1,60 kg körüli hús az, amit használok, hogy ebből én 100 darab apró pici falatkát készítsek, az, hogy én egyesével ennek nekiállok, az úgy nem fog üzemel, vagy nem üzemel. Nekem megvan erre a saját kis technológiám, ahogy én ezt készítem, de ez nem szentírás. A lényeg, hogy 100 darab kis falatka lesz abból a mennyiségből, amit itt most mutatok, úgyhogy megér az is egy matekot, hogy mennyi pénzből lehet ezt az egészet kihozni. Vásároltam tehát 1 kg csirke mellfilét, illetve 1 kg csirke felső combot. De még egyszer, tehát ahogy a bevezetőben is említettem, lehet úgy, tehát tényleg szabadon variálhatja mindenki, lehet készíteni csak csirkemellből, de lehet készíteni ugyanígy pulyka nuggetset, pulyka mellből, vagy pulyka combból, vagy a kettőt vegyítve. Most a lényeg, hogy nagyjából ilyen 2 centis kockákra vágom a húst, közben ha találnék benne olyan inas részt, amit nem szeretnék benne, akkor azt kidobálom, tehát az első fázis az az, hogy a húst össze fogom keverni a fűszerekkel. Tulajdonképpen ezt meg lehet tenni előző este is, és aki akarja, akkor pácolhatja egy kicsit így a hűtőben, de akár rögtön is lehet vele dolgozni, kinek hogy engedi meg éppen az ideje. Na ezekre gondolok, itt van például egy pici ilyen csontos rész, ezt egyértelműen kidobjuk belőle. Én azért szeretem a csirke felső comb filét használni, mert ennek a húsa szaftosabb. Nem, tehát mindenféleképpen egy kis jó ízt kölcsönöz majd a nuggetsnek. Az, hogy most például a bőrét beletegyük vagy nem, megint csak egyéni ízlés dolga. Mindenesetre első körben kapkodjuk le róla, és ha úgy döntünk, hogy beletesszük, ami egyébként nem feltétlen árt neki, hiszen picit növeli a zsír tartalmát, akkor vágjuk kockára, tegyük az eddigi húsokhoz. Ha úgy döntünk, hogy nem tesszük bele, akkor pedig kisüthetjük ropogós bőrnek. Tehát ennyi zsíros részről van szó, mindenki döntse el, én most nem fogom beletenni. Következő lépés, hogy a csont mellett körbevágjuk a húst, és kicsontozzuk a csirke felső combokat. Ezt a csontot, ezt mindenféleképpen tegyük el, ez tökéletes lesz nekünk alaplé főzéséhez, vagy leves készítéséhez. Jó, tehát ezeket tegyük félre, a húst pedig, pontosan úgy, mint az előbb, vágjuk kockákra, és tegyük a csirke mellhez. Aki nem kíván ezzel pepecselni, természetesen vásárolhat csirke felső comb filét is. Arra vigyázzunk, hogy a csontnál van ilyen porcogós rész, azt se hagyjuk benne véletlenül sem. És hogy legyen egy pici veszteségszámításunk is a dologhoz,
Lemértem, 30 deka volt a csirke csont, 15 deka volt a bőr, tehát 45 deka jött le az 1 kg, egész pontosan 8 deka csirke felső combból. Az azt jelenti, hogy van nekünk itt körülbelül 1 kg 60 deka húsunk, és akkor ebből 1 kg a csirke, mert körülbelül 60 deka a csirke comb. Nagyjából úgy szoktunk kalkulálni az ízesítéssel, hogy 1 kg húshoz két kis kanál, vagy egy csapot evőkanál sót teszünk, de evőkanál és evőkanál között elég nagy különbségek vannak, így talán akkor járunk a legjobban, jelen esetben, ha azt mondjuk, hogy ez nagy vonalakban másfél kiló hús, és teszünk hozzá három kis kanál, egy, kettő, három kis kanál sót. Ezzel garantáltan elég sós lesz, tehát biztos, hogy nem lesz sótlan, de nem lesz túl sós sem. Amivel most még szívesen varjálnék, de egyszerűen nem kaptam három helyen, Zeller só, ahogy mutattam a bevezetőben, ez az egyik spéci összetevője a csirke nuggetsnek. Nagyon-nagyon jó ízt kölcsönöz, sajnos ez most nálam is kimaradt. Ellenben kerül bele egy ilyen fél kiskanálnyi őrölt fehérbors. Régen volt a receptben egy úgynevezett MSG, ami egy ízfokozó, ezt sok országban betiltották, ma már nem is szerepel az összetevők között. Ez az, amivel a távol-keleti konyha is előszeretettel dolgozik. Ellenben lehetett látni cukor. Tegyünk bele egy kis kanál cukrot. Esetünkben ez egy ízfokozó szerepet tölt be. Magába a húsos masszába más nem igazán kell. Természetesen aki akarja, kedvére varjálhatja, tehet bele akár fokhagymagranulátumot, vöröshagymagranulátumot, akár mind a kettőt, tehát ez egyéni ízlés dolga megint csak. Szerintem ez a színhús így nem is mutat már rosszul. Nos, vagy azonnal felhasználjuk, vagy pedig akkor betesszük a hűtőbe, és akár egy órán át, de akár egy éjszakán át is így hagyjuk érlelődni. Következő lépés a hús pépesítése. Ehhez keresse meg, remélhetőleg ez a legtöbb háztartásban azért megtalálható, keressék meg azt a kis szerkezetüket, ahol egy ilyen S alakú kés forog körbe, ez az úgynevezett gyorsvágó gép. Fontos, nem kell egyszerre túl sok húst beletölteni, tehát több részletben pépesítsünk, ugyanis ha nagyon sok benne a hús, akkor annak egy részét már teljesen pépé örli, a többi meg még mindig darabos. Tehát ennél többet így látszólag ne tegyünk bele, remélem lehet látni. És még ami fontos, itt az előbb utaltam rá, nem szabad rommá pépesíteni a húst. Én azt mondanám, hogy egy ilyen 8-10 másodperc maga ez a művelet. Tévedtem ennek a gépnek a teljesítményével, ez egy 15 másodperces művelet volt. Most ezt a húsvépet átteszem egy tálba, és az összes húst így előkészítem. Azután találkozunk. Megnedvesítem a tenyeremet, és pontosan úgy, mint a daragaluskát, ahogy szoktam, evőkanállal kiszaggatom a masszát. És ebből első körben lesz nekem 50 darab, körülbelül 3 dekás, 32 grammos kis ilyen nuggetszem. Ezután fogom a tetejét lehintem liszttel, és egyenként egy picit mindegyiket ellapítgatom. Így kapok 50 darab kis korongot, a liszttel tulajdonképpen megadom neki az első panírozást is. És utána jön a végső, lehet, hogy így bonyolultnak tűnhet, de tényleg ez volt a leggyorsabb. Utána ezt az 50 kis korongot egyszerűen csak félbevágom, és azután mielőtt mártom majd a tempura tésztába, azelőtt majd mindegyiket még egyszer egy nagyon picit ellapogatom, megformázom és ennyi. De így mindenféle extra mérés nélkül tényleg 100 darab pici nuggetszem lesz, megtévesztésig olyan, mint a bolt. Nézzük tehát a már említett tempura tésztát. Tálba tettem, pontosabban kimértem 10 deka finom lisztet, 10 deka étkezési keményítő. Jó hideg vízzel kell kikeverni. Ha sima vizet használok, akkor teszek bele egy kis sütőport. Most én szódavizet fogok használni,
szénsavas ásványvizet. Most ebben az esetben nem kell akkor külön már beletenni semmi mást. Nézzük, mennyi kell bele. A lényeg, hogy ez most 200 g első körben. A lényeg, hogy egy híg palacsinta tésztát kell keverni, tehát nem kell, hogy nagyon sűrű legyen ez a massza, hiszen akkor túl vastag lesz magán a húson. Jó, ez a 200 g kevés, tegyünk még hozzá. Akkor most tartunk 280 g-nál, nézzük ezzel milyen lesz. Akkor jó egyébként, hogyha a belemártott kanalat vékonyan körben bevonja, mert akkor így fogja bevonni nekem vékonyan körben a húst is. Én ezt még mindig egy kicsit vastagnak érzem. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy legyen 300 g az a víz. Tegyünk bele 1-2 evőkanál olajat, mondjuk így. Garantáltan kell bele só, egy nagyobb csipet. Itt megint csak zeller sót tennék, hogyha kaptam volna. És ez akkor egy teljesen alap massza nekünk. Kerül bele egy kevés fokhagyma granulátum, egy kevés bors, egy késhegyi piros paprika, hogy szebb színe legyen. Sőt, lehet használni készen kapható, mondjuk grill fűszerkeveréket hozzá. Nézzük tehát, vékonyan bevonja a kanalat, de lefolyik róla. Tökéletes, ezt az állagot kerestük, ez így teljesen megfelel. Még egy dologgal ügyeskedhetünk, tegyünk bele egy kicsi kurkumát, mondjuk így. És ettől kap az egész egy gyönyörű szép sárgás árnyalatot. És akkor jön az utolsó kis formázás, az így elfelezett darabkákat. Picit megnyomkodom, már dobom is bele ide a tempura masszámba. Időközben az olajat fölforrósítottam még hozzá 170-175 fok közé valahol, az egy tökéletes hőfok, és ezek a parányi kis gombócok, pontosabban kis korongok, hiszen korongokká alapítjuk őket, ezek megsülnek 3 perc alatt. Most annyi történik, hogy itt megforgatom ebben a masszában, egy kicsit lecsöpögtetem, és mehet is az olajba. Maga a tempura tészta könnyen elképzelhető, hogy kevés lesz, de nem is szándékozom most megsütni az összes húst. Ennek egy részét lefoltakozom, holnap majd előveszem, és frissen keverek hozzá egy tempura tésztát, de tessenek megnézni. Tehát én szerintem ez magáért beszél, csodálatos. Magát a nuggetseket be lehet készíteni a hűtőbe előre, és amikor megéhezünk, amikor vendég féri, akkor csak nekifutunk, és már süthetjük is, frissen bekeverjük természetesen masszát hozzá. A sütési hőfok az kereken 170 fok volt, most megnéztem, és szeretném mindjárt megmutatni önöknek. Gyönyörű szép lett a bundája. Remélem lehetett hallani, ahogy kopog, és ha nem lenne ilyen forró, már össze is kocogtatnám őket. De akkor csak megrázom itt a tepsiben, hallgassák meg. Ez valóban csodás ropogós lett. Ugyanígy megsütöm az összeset, azután pedig jöhet a tálalás. Szeretném megmutatni önöknek, tehát így néz ki ketté vágva, megtévesztésig olyan, mint az eredeti. Tehát sütöttem egy kis hasábkrumplét, ráhalmoztam a csirke nuggetset, tettem mellé egy kis ketchupot, egy kis majonézt, természetesen aki akar, használhat barbecue szósz, vagy bármi mást is, például én chili szósszal. Nagyon szeretem egy ilyen édes chili szósszal, én a magam részéről nagyon szeretem. No, de a lényeg, elkészült a csirke nuggets. Akinek szimpatikus volt a videó, kérem nyomjon rá egy lájkot. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőbb tegye meg, hiszen ezzel a videóval most már 590 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak, és persze további kellemes, békés, és talán nem ennyire meleg nyarat.